A tábor első napján az agyagozással ismerkedhettek meg a gyerekek. Tányért és vázát készíthettek. Az esemény fő célja, hogy megismertesse az itt lévőkkel a hagyományokat és a régi mesterségeket. Azért jöttem el, mert sokat játszunk. Mi tetszik benne legjobban? Az, hogy barátokat lehet benne szerezni. Egy vázát készítettem, kaptam kötényt, és így fogtam az anyagot, és az pedig pörgött, és így kellett csinálni. A mesterségek megismerésére rövid idő áll rendelkezésre. Ez az oktatók számára is kihívás, de igyekeznek minél több információt átadni. Leginkább arra, hogy türelmesek legyenek, mert ehhez a szakmához rengeteg türelem kell, és ebbe a mai szaladó világba ez nem nagyon tanulódik meg a gyerekeknél. A másik dolog az, hogy érezzék az agyagot, mert ez egy nagyon érzékeny anyag, és ez az agyagozás nagyon sokszor fejleszti ezeket az apró kézmozdulatokat, ahhoz, hogy valami szépet meg tudjanak alkotni ebből az agyagrögből. A tábort először szervezték meg, amelyet a tartományi kormány támogatott. Gondolok itt olyan tevékenységekre, mint a fazekasság, mint a kovácsolás, a szövés, a fonás, melyet ugye nagyanyáink is foglalkoztak ugye ezzel. Próbáljuk a gyermekeknek ezeket egy-egy napban besűrítve, de viszont átadni és értékessé tenni. Mivel a táborra túljelentkezés volt, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy pár héten belül újból megszervezik. Na, majd mindjárt leveszem.